Tudomány napja alkalmából rendezett nyelvészeti témájú konferenciát a Modern Filológia és Társadalomtudományi Kar dékánja dr. Horváth Géza nyitotta meg. Beszédében elmondta, hogy három fontos üzenete van ennek a napnak. Oktatás nincsen kutatás nélkül, és a tanárok számára mindig az a legérdekesebb, amit éppen kutatnak, így azt tudják a legjobban átadni a hallgatóságnak. Ezzel a konferenciával ünnepeljük továbbá a közép-európai kutatócsoport létrejöttét, melyet idén nyáron alapítottak meg. A november eleje az mindig a tudomány ünnepe, és hát úgy gondoltuk, hogy ez egy nagyon jó apropó arra, hogy akkor az intézeti tanszék és a Magyar Nyelvtudományi Tanszék oktatói, jelenlegi oktatói, óraadói is tartsunk egy ilyen kutatónapot, amikor mindenki beszél a saját kutatásáról. A két tanszék fúziójával az új intézet közös kutatási profilját alakítják. A konferencia délelőtti szekciója angol nyelven zajlott, itt került sor a két külföldi nyelvész professzor, Case DeBoat és David Singleton előadására, délután pedig magyar nyelvű előadásokat hallgathattunk. A résztvevők sok érdekességet tudhattak meg a nyelvészetről, megismerkedhettek az oktatók kutatási területeivel.